Székely Bertalan születésének dátumához közeledve minden év májusában több rendezvényen is emlékeznek Szadán a magyar festészet egyik legnagyobb alakjára. A művész nevét viselő helyi általános iskolában május 2. és 7. között Székely Bertalan projekt hét zajlott, melynek záró programjai a szombati Székely mozaik és az azt követő családi nap voltak. Iskolánk névadója Székely Bertalan, akiről köztudott, hogy Szadán nagyon hosszú időt és sok időt töltött. Itt található az ő sírja is, amit a községi Székely Bertalan napon iskolánk tanulói minden évben megkoszorúznak. Így a mi feladattervünknek is része a Székely Bertalanra való emlékezés. Ebben az évben egy projekthéttel készültünk, aminek része volt az aranybusz, a legtehetségesebb gyerekeinknek a nagy kirándulása, a Székely Kupa, ami egy területi kosárverseny, a területi Székely Bertalan rajzversenynek a kiállítása, illetve egy Székely próba, ami abból állt, hogy a tanórákon szerzett Székely Bertalannal kapcsolatos ismereteikből a gyerekek egy akadályverseny keretében vettek részt egy próbasorozaton. A Székely próba, valamint a nemrég megrendezett jótékonysági est pártolói jegyversenyének eredményhirdetésére is szombat reggel került sor. A jótékonysági est bevétele összesen 881 ezer forint volt, melynek egy részét egy szeptemberi nagy iskolai kirándulásra költi majd az intézmény. A fennmaradó összeget kiegészítve pedig folytatják az iskolaudvar rendezését. A Székely Mozaik műsorában az iskola tehetséges tanulói mutathatták be produkcióikat. Tulajdonképpen ez egy team munka, amit az egész éves tervünkben, az iskola éves tervében már évelején, illetve már a nyár folyamán tervezzük a programokat. Ennek keretében a Székely Mozaik egy része a Székely projektnek, amit most ebben az évben egész hetes projektmunka előzött meg. A Székely Mozaik egy állomás volt, aminek a zárása a családi nap, és a kolléganőimmel és a kollégáimmal együttes összefogással válogattuk ki azokat a tanulókat, akik az év folyamán valamilyen sikereket értek el a tanulmányaikban, vagy a teljesítményükben, különféle előadásokban. Mennyi felkészülési időt igényelt a műsornak az összeállítása? Hányszor próbáltak erre a mai napra? A mai napra úgy kétszer színpadbejárással együtt, hiszen az egész évnek az összefoglalása és bemutatása zajlott itt, de tulajdonképpen az egész éves munkának ez egy gyümölcse, de maga ez a nap, ez egy kéthetes időszakot vett időbe az összeállítás és erre való rákészülés.
mindenképpen azt látom, hogy évről évre egyre színvonalasabb és egyre szebb műsorok kerülnek a porondra, és ez a mai Székely Mozaik rendezvény az igazán megmelengette az én szívemet is, és bízom benne, hogy még sokak szívét. A műsort követően egész délelőtt különböző kézműves foglalkozások, játékos feladatok várták a kicsiket és a nagyokat az iskolai családi napon. Több mint 20 helyszínen vehetnek részt a gyerekek és az őket kísérő felnőttek, vendégek és a szüleik. És hát természetesen ez is egy verseny, pontokat lehet gyűjteni egy kis füzetkébe, mind a felnőttek, mind a gyerekek gyűjtik a különböző helyszíneken a pontjaikat, és ennek az összesítését pedig hétfőn fogjuk elvégezni, és akkor lesz az eredményhirdetés osztályokra lebontva. Természetesen ezt a tantestület szervezte ezt a mai napot, és a teljes hetet is. Éppen a tegnapi napon próbáltuk összeszámolni, hogy vajon kiknek kell úgy külön megköszönnünk, és úgy döntöttünk, hogy nem tudunk kiválasztani embereket, hiszen a tantestület minden egyes tagja valamivel hozzájárult ehhez a héthez és a mai napnak a sikeréhez. Ez egy hosszú folyamat, amíg egy ilyen hét és egy ilyen nap összeáll. Mivel mi ezt már augusztusban tervezzük, ezért azok a kollégáim, akik a fő szervezői, azok a kollégák természetesen már szeptembertől gondolkodnak azon, hogy milyen keretek között lehet megvalósítani egy ilyen rendezvényt. Hogyan vettél ma részt itt a Székely Bertalan Általános Iskolában a családi napon? Hát először a Székely Mozaikon szaxofonoztam, a Handel győzelmének című dalt, és utána végigmentem ezeken az állomásokon, nem mindegyiken, de végigmentem, amelyiken csak tudtam. Több pontot is gyűjtöttem össze, mert anyukámmal csináltam így a játékokat, és aki mindig a kétszeresét úgymond megkapta, aki a szüleivel csinálta a játékokat. Kivel jöttél ma ide az iskolai családi napra? Apukámmal és a testvéremmel. És milyen programokon vettél eddig részt? Mit játszottál? Hát ott fenn a focipályán ilyen kosárba találósat, meg ilyen százlábút, találós kérdésest, meg ilyen kicsi kocsit. Kicsi kocsi ez! Kicsi kocsi az! Kicsi ez! Kocsi az! Kicsi kocsi az! A családi nap szervezése az iskolánkban már hagyomány, tehát évek óta szervezzük, és általában minden évben más kollégák kapják meg a fő szervezési feladatokat. Az idén ez rám is egy másik kolléganőre hárult. Hát én igazából már így hónapok óta gondolkoztam játékokon, én főleg a ilyen sportjátékok, vagy ilyen kicsit ilyen koncentrációs, képességfejlesztő játékokra próbáltam koncentrálni, tehát ilyeneket kerestem. A kolléganőm pedig a szövéssel, a népi mesterségek köré csoportosította a játékokat, és aztán így a hetek alatt szépen kiforrott, hogy igazából milyen állomásokat szervezünk, de ugye mindig más jellegű feladatok vannak, kinek milyen ötletei jönnek elő.
Az állomásokon a gyerekek és családtagjaik többek között olyan játékokon vehettek részt, mint a horgászás, a műba, ördöglakat, seprűs játék, célbadobás vagy százlábúzás, de festhettek pólót, veszőfonást készíthettek, puzzle-özhettek, rejtvényt fejthettek, a tornateremben pedig egy különleges kiállításhoz kapcsolódóan a szövésről, szőttes készítésről is tanulhattak. Évekkel ezelőtt megkeresett egy anyuka, akinek keresztemes munkái voltak, és az ő ötlete nyomán született az alkotóanyukák, majd később alkotóanyukák és pedagógusok programsorozat. Minden évben olyan pedagógusok, szülők munkáit próbáljuk kiállítani, akik a szabadidejükben valami hasznosat és valami bemutathatót tudnak készíteni. Így ebben az évben Seresné Járvás Éva és Krem Nóra kolléganőim mutatták meg a munkáikat, ami nagy öröm számunkra, hiszen jó látni azt, hogy a szabadidejüket hasznosan töltik és szép munkákkal örvendeztetnek meg minket is. Természetesen a gyerekeknek is nagy élmény, hiszen egy más oldalukról ismerhetik meg a kollégákat, és mindenképpen példaértékű a szabadidő hasznos eltöltésére az ilyenfajta kiállítás. Mindenképpen meg kell, hogy említsem a konyha dolgozóit, akik megyeslepénnyel készültek a mai napra a gyerekeknek, illetve Szűcs Sándort, a szűcsfogadó tulajdonosát, aki nálunk szülő is egyben, és a Suján cukrászdával összefogva fajlaltot biztosít a gyerekek számára a mai napon. Én azt láttam, hogy nagyon jó kedvűek voltak a gyerekek, a szülők is. A játékokban én úgy látom, hogy mintha egy kicsit a gyerekkorba tértek volna vissza, így a nagy nevetésekből erre következtettem. Tehát én szerintem mindenki jól érezte magát.